Nagyon jó volt újból versenyezni így a Dakaron. 2 éve voltunk utoljára Peruban, amikor így ennyi ember között tudtunk versenyezni. Sajnos a mai nap nem sikerült annyira jól, de nem vagyok egyáltalán elkeseredve, hiszen ez a 11 kilométeres szakasz kizárólag a rajtsorrendet állítja be holnapra. Nem fogunk olyan jó helyen rajtolni. Sajnos mögöttem rajtolt az egyik olyan versenyautó, aki nagyon gyors volt és nagyon jól ment. Jó helyen is végzett. Mikor félreállt, természetesen elengedtem, és ebben rengeteg időt vesztettem, és utána pedig a porába nagyon sokszor egy kicsit le kellett lassítanom. De egyáltalán nem volt probléma. Élveztem a mai napot, az autó nagyon jól működött egyébként, semmi probléma nem volt vele, úgyhogy várom a holnapot.